Szép jó hajnalt mindenkinek, Thorin vagyok, ez pedig a Total War Arena folytatása. Ismét nekivágunk a lovasságnak. Reméljük ezúttal sikeresebbek leszünk, mint az előző nap. Bár azt hiszem a lovassággal végül sikerült nyernem egyszer. De lássuk be, az nem egy nagy eredmény. 4 vagy 5 meccsből egy. Bú. Ó, havastáj. Ezen a térképen szinte biztos, hogy nem játszottam még. Egyáltalán nem ismerős. Lehet, hogy teljesen új. Elég szűknek tűnik így elsőre. Sok-sok szinttel. 4-en együtt, az sose jó. Egy katapult, már egy darab egység. És egy ijász, meg egy darab. Lovasságban jól ellátottak vagyunk. De a távolsági harc az igencsak szegényes csapataink közt. Fogalmam sincs, hogy kéne jól. Terv az, hogy itt végig sunyogunk, de lehet, hogy nagyon-nagyon-nagyon csúnyán szembe jön velünk valami. Capture their base or cut them down. Keep moving. Double time. Run. Quick march. Them down! Quick march! We have drawn first blood! A pace! Megmondanád, hogy miért nézted, hogy jön feléd a lovasság? Teljesen szabadon? Hogyan? Ezt megettük. Knock them flat! Double time! A pace! Hello. Pound their skulls. Ezt röccsentettük. Egy rúdva küldött egység, ez nagyon fincsi.
Oké, sokáig ezt az IS lovas bulit én nem tudom eljátszani. Oké, viszont így len kell simán. Így flankel simán. Ez így remek, eddig. The Iceni mourn the loss of their queen. Tartsatok ki még egy picit, remek! Knock them flat! Hát azzal nem tudok mit tenni, azzal a hordával. Ne bohockodj itt, menekülj! Azzal nem tudok mit tenni. Nehéz díjászok, nehéz gyalogosok csoportjai. Sajnos észrevett. Our men are under attack. Quickly. Jó, hát ezzel nem tudok mit tenni. Attack! Forward! Jó, ez hülyeség volt. Jó, ez egy rútolt gyalog, az jól hangzik. Alapvetően mondjuk ez egy opció, hogy itt foglalunk bázist. Eddig ne menj ki, bo-bo-bo-bo. Csomó erőt hoztál volna. Most tök fölöslegesen kivettél egy csomó erőt a foglalásunkból. Na, az a Scorchers az szép volt. Sajnos lett egy kis dekap, de ez meg lehet még így. Jó, egy rút, az mindig jó. Knock them flat. Melee cavalry.
És ott az a lovasságot csúnyán elcsapta őket. És hol vannak a mi erőink? Valahol máshol? Jó, hát... Miközben mindez történik, hősies erőink a világ másik felén. Valakinek itt volt egyszer. Hú, három lovas, három egységet tudsz menekül kergetni. Ó, szegény. Te a jelenlétünktől fogsz megrettegni. Na mindegy, des. Ott jön a lovasság, mi lenne, ha az íjász hátra húzódna? Mi lenne, ha látnánk, vagy csinálnátok valamit? Mindegy. Úgy látom, már nem fogjuk elveszíteni, csak megnyerni sem. Maradt itt hátul bárki bármit csinálni? The enemy base will soon be ours. Run! Mennyi erőnk nem csinál semmit. Hát jó, most a katapulttól nem várunk. Sokat. Quick march! Quickly! A pace! Our men flee like cowards. Mindegy. Győzelem a miénk, te. The enemy base will soon be ours.
De simán lehettünk volna jobbak. Egyébként ez a durva, hogy... Our victory is moments away. Most már megvárom ezt a 15 másodperceket. De ez így tényleg gáz. Se baj, nyertünk. Végül is, még jól is. Kilenc megfuttatás, öt ambus, hét elimination. Ez durva. Brutális agresszió. No, hát... Jól dolgoztunk, azt hiszem. Tegyünk egy kísérletet újra a rómaiakkal. Nem sok. Hát ez... Egyik se segít rajta. Biztos, hogy nem jó a katapultnak ez a hadvezér, mert nem ad semmit. A lovasoknak nagyon sokat ad a barbár vezér. De összességében tetszett. Hadrianus fala. Az mondjuk egy alapvetően katapultoknak jó térkép. Kis és szűk látótérrel, attól függően, vagy itt ez a hegy alkalmas. Hát, ha ezt elfoglalják, akkor mondjuk ez is jó lehet. Ugyanígy a másik hegyet, ha el tudjuk foglalni, akkor mondjuk innen katapultozni. Nem véletlenül ilyen csatagéproncsok vannak a térképen szétszórva. De mondjuk ez az ideális az egyik oldalról, másik oldalról nem is tudom pontosan. Mondjuk ugyanitt szemközt a másik domb, az viszonylag szimmetrikus. Egyedül én vagyok katapult, úgyhogy remélhetőleg ezzel nem lesz gond. Hát akkor nincs miről beszélni, ide
és innen be tudom lőni ezt a felső zónát, ezt, illetve valamennyire a túlfelét, így valahol ez a lőtáv. Capture the enemy base or kill all enemy forces. No prisoners! No mercy! Battle calls! Artillery ready! Ott sumákol, ott sumákol. We have drawn fast blood. Így ezt nem mondod, hogy tényleg ennyire kicsi a lőtávunk. Pedig milyen szép lett volna, ha telibe csapjuk. De szépen gárdolja. Kicsit fogy. Én értem, hogy Belfagornak igen gáz. Oh, ez csúnya volt. The enemy base will soon be ours. Destroy!
victory draws near. Jó, bázis meg lesz. Vigyázz! Hát most ezzel mit kezdjek, vaze? No, nem tudom, hogy részt vettem-e, én tettem volt-e vagy sem, de nyertünk. Azt tudom, hogy az éjszakot egy kicsit kihúztuk azt a ketrecet, a kolléga halálig védte. Nem tudom, hogy ez sok vagy jó, nem egy nagy teljesítmény, azt elfogadom. De elég volt. Lássuk, híjászok. Hamarosan tudunk előrébb lépni. Lássuk. Ezzel a katapulttal nem vagyok biztos, hogy ez rajtam múlt. A lovasságnál biztos, hogy beleszámítottam bőven. 3 vagy 4 egységet teljes egészében rajtam bukott el, és a többit is kihúztuk jó néhányszor. És végül mind az egy utolsó szálig ott maradtunk, de a feladatot elláttuk. Ez meglepő volt, hogy ugyan szépen lassan azt a ketrecet elpusztították, de cserébe feladták a bázisukat, ahol a középen az erőink áttrappoltak egyszerűen minden kihívás nélkül. Hogy lesz ez nekem jó? Itt vagy annak megfelelő ellenoldalán, de nagyon könnyen belénk csapódhat egy lovasság, anélkül, hogy tudnánk tenni ellene valamit. Or scatter their forces to the four winds. Quick march. Okay, sajnos sehol senki egyenlőre. Lovasság száguld előre. Igazából, ameddig te mész, utána megyek én. Persze, ha a sajátjaink előre trappolnak, mint az őrültek, akkor ennek az az eredménye, hogy mi lőtávon kívül leszünk. We have first blood.
Na jó, nem, hát ez nem tudok mit tenni. De jó lenne, ha... Hát most ez nem tudok mit tenni, kedves Olaj. Nem értesz meg, hogy itt mi nem egyedül vagyunk. Nem tudok segíteni. Nyugi. Csak opció is kell arra. De tüzeljél rá nyugodtan, nem fáj neki, ha nem tüzelsz.
Ez kurva jó ötlet, teljes tüzerőt bedobni. Ez csak valamivel többet öltél tőlem. Az remek ötlet volt, teljes sortüzeket bedobálni rám. Végül is helytálltunk. Hát nem én voltam a legjobb, az biztos. De szép volt. És egyúttal egy szintlépés. 14 dikap. Némi bónuszok. Hát szó-szó. Lehetett volna szebb is. De lehetett volna ilyen is. Azért az ő ilyes csapatuk teljes homályba volt. Újabb szintlépés, wow! Free XP. Az is valami. Kartágó. Hát... lehetne, de nem. Utolsó kartágói harcunk, mára. Eddig 3-ból 3, meglepő. Úgy látszik, megkaptuk a sajnálat köreinket. Kapitólium. Itt rég jártunk. A géppel szemben szinte minden meccs itt volt. Van egy teljes katapultunk. Minimális lovasság. Valahol ebből az oldalból azt hiszem nem is nagyon játszottunk. Mivel mindig a másik oldalról kezdődött a gép ellen a csapatunk. Meglátjuk. Mondjuk itt egy katapult az elég csúnya dolgokat tud lőni. Belát mindent. Hmm.
Alapvetően sok opció nincs. Mondjuk, ha így léptek, akkor megyek előre. Mégis ezt a pofon ládát, ami így szokott jönni, azt tökéletesen tudjuk hozni. Az a mi képességünk. Állunk és gyűrjük a pofont. Sehol semmi. Hello. Weapons ready. Spears. Quickly. Spears. De mi a franc az, hogy hirtelen a hátunkban vannak? Arra nem is tudok mit mondani, egyszer csak átsétáltak rajtunk, vagy mi? Hát úgy érzem, azt a csapatokat ott elbuktuk. De úgy látom, a többi helyen jól állunk. Alapvetően a csapat nagy részét hoztuk, de az, amelyik fölállt, az alapvetően annyit tett, hogy a katapultnak tett tüzérségi segédletet. Na mondjuk, sok nem marad belőle.
Na, a Friendly az észnél van. Ezt örömmel látom. Hát ez csúnyán el lett kapva, ez a három egység. Oké, ha elcsíped hátulról, az igencsak fincsi lesz. Valahogy így tökéletes. Na és hát sok már nem marad belőle. Tőlem nyugodtan rámehetsz. Nem fog zavarni, mondjuk a nagy része itt van bennem. Ilyen egészen fura opcióban állunk. Részben egyébként ebből ered az, hogy ilyen hülye a sebzésünk. No. Akkor... Elindulhatunk előre. Katapultok közben rég előre trappoltak. Maradék erőink meg. Hát nem soly, nem túl jó egy szép középerő. Mondjuk, ha így folytatják azt a harcot, még lehet, hogy be is nyerjük. Kit bújjászkodnak itt? Na mindegy, bázisfoglalás. Végeredmény, hogy sikerült nyerni ismét. Remek. Folytatjuk legközelebb.